Sziasztok! Ismét itt vagyunk, és maradnánk a dupla kuplungos váltók lelki világánál. Elméleti síkon már beszélgettünk róla, hogy mégis hogyan működnek, ami szerintem nem baj, ha úgy nagyjából tisztában vagyunk vele, főleg azért, mert akkor talán jobban megérthető, hogy miért kell rá vigyázni, miért kell vele egy kicsit máshogy bánni, mint a hagyományos automatával, bár elvileg ugye a törekvés az volt, amikor kifejlesztették őket, hogy ugyanúgy lehessen használni őket, mint a hagyományos automatákat, ugyanakkor ugye a fogyasztásuk kisebb legyen. Egy apró probléma azért történt közben, mert ahogy, és ez ugye gyakran van így, ahogy neki feküdtek a dupla kuplungos váltók fejlesztésének, nem állt meg az automata váltók fejlesztése sem, és ebből az a fura helyzet adódott, hogy például ma is elég vegyes a kép, vannak olyan gyártók, akik szinte csak dupla kuplungos automatákat kínálnak, és vannak olyan gyártók, akik viszont kizárólag automatákat. Tehát ilyen szempontból nekem nagyon érdekes volt egyszer a Mazda előadása arról, hogy ők ugye azt mondták, hogy ők kis cég, nem engedhetik meg maguknak, hogy mint nagy cégek kínáljanak CVT-t is, hagyományos automatát is, és dupla kuplungosat is, és végül ők például a hagyományos automatánál maradtak, de például a legutóbb, nekem a Ford jut eszembe, a Focusnál például eltekintettek a dupla kuplungos váltótól, visszatértek a hagyományos automatáktólhoz, mert ismét megmutatom ezt az ábrát, hogy ugye, ha jól megnézzük, olyan rettenetes nagy eltérés fogyasztásban nincs most már a kéziváltó, az automata váltó és a dupla kuplungos váltó között. Ugye ez a kéziváltó, ez a 9,1, a sima automata 9,2 és 8,9-et tud elvileg a dupla kuplung. Hát persze ez csak egy hozzávetőleges érték, mert ez szerintem olyan kicsi különbség, hogy itt sok mindentől függ. Hogy például a kéziváltóknál szerintem probléma az, hogy a gépek már jobban váltanak, ezt el kell fogadni, sokkal jobban tudják, hogy a motornak és a fogyasztásnak mikor jó, egy magasabb vagy alacsonyabb fokozatba kapcsolni. Na most, a dupla kuplungos váltók és a hagyományos automaták között a legnagyobb különbség maga a kuplung, illetve a kuplung szerepét betöltő eszköz, és ez az, ami nagyon megkülönbözteti a kettőt egymástól. Azt, hogy utána magát a sebességváltást, azt homlokfogas kerekek, mint a dupla kuplungos váltókban, vagy bolygóműves fogaskerekes áttételek valósítják meg, ez már ilyen szempontból, vagy hatásfok szempontjából már majdnem mindegy. Sőt, hát annyiból jobb egyébként a bolygóm, hogy azon folyamatosabb az erő átvitel. A nagy különbség az az, hogy például, ha van egy dupla kuplungos váltónk, és annál egy hirtelen nyomaték növekedésre van szükség. Tehát például, mert ki akarunk gyorsítani egy kicsit, esetleg nem túl nagyot, de egy kicsit, és úgy rálépünk a gázra, és a váltó úgy ítéli meg, hogy abban a fokozatban, mert már ő fölváltott valamelyik magasabb fokozatba, nem tudja azt a gyorsító erőt, vagy gyorsító képességet kiizzadni magából azon a fokozaton, azzal a motorfordulatszámmal, amit kell, ugye vissza kell váltania. Tehát a dupla kuplungos váltó csak úgy tud nyomatékot növelni a kerekek felé, hogy meglóduljon az autó, hogy visszavált. A hagyományos automatákban viszont a hidrodinamikus nyomatékváltó, az a nevében is benne van, ő önmagában egy nyomatékváltó, tehát ott annyit kell csak csinálni a nyomaték megnöveléséhez, hogy oldják az áthidaló kuplungot, ugye ott az volt a megoldás, ez volt az ötlet, a nagy ötlet, amivel sikerült csökkenteni a fogyasztást, hogy a túlfogyasztást okozó hidrodinamikus nyomatékváltót, amiből ugye az automata, a hagyományos automatáknál ról készült filmben, már videóban már beszéltünk, tehát ott nagyjából bemutattuk, hogy működik. Ugye az ott olaj viszi át a nyomatékot, a hidrodinamikus nyomatékváltó önmagában azáltal, hogy oldják ezt a hatásfokjavító áthidaló kuplungot, már ott megvalósul egy forgató nyomaték növelés, anélkül, hogy váltana. Tehát az egész nem kell visszaváltania, tehát nem kell egy váltási folyamatot két kuplung kapcsolásával pláne lejátszania, ugye még ugye a dupla kuplungosnál esetleg több fokozaton át visszakapcsolva, elég, ha csak kioldja ezt az áthidaló kuplungot, és már nagyobb erő áll rendelkezésre. Ez egyébként különösen ott érdekes, a dupla kuplungos váltókat
ott lehet összezavarni pont ezzel, amikor mondjuk valaki egy kicsit pont elindulna, de valamiért megáll, például egy háromszög mögül kijöve, aztán észrevesz, hogy jön valaki, lelassít, elveszi, ilyenkor egyébként a legtöbb automata ugye fölvált, ha már ott tart. A hagyományos automata nem biztos, mert abban ugye a mechanikus fokozatok hosszabbak, hiszen a hidrodinamikus nyomatékváltó önmagában egy nyomatéknövelő szerkezet, és utána ugye mondjuk kiderül, hogy az bekanyarodik, aki közeledett, újra rálépünk a gázra, mert ilyenkor a dupla kupungos váltók némelyike nem is tudja, hogy hirtelen mit kapcsoljon, hova kapcsoljon, persze egy fél másodperce belül magához tér, de az automata ilyenkor egyszerűen elveszem a gázt, újra, mert így meglódul mindenféle probléma nélkül. A másik ilyen tulajdonság, ami a hidrodinamikus nyomatékváltó jelenlétéből adódik, tehát az első az ugye ez a nyomaték növelő képesség visszaváltás nélkül, mechanikus fokozat visszaváltása nélkül, a másik pedig az, hogy a hidrodinamikus nyomatékváltós autó automata, az automata váltós autó, az ugye kúszik. Hát egyébként szerintem nem olyan rossz, hogy kúszik az autó, nekem több automatám is volt, meg ugye tesztautókat is használok automatákat. Az automata autókkal például sokkal könnyebb parkolni. Pláne, ha például hegyen kell tolatva fölparkolni, mert gyakorlatilag nem is kell nyomni a gázt, mert az autó szépen fölkúszik, a fékkel esetleg bele lehet nyúlni, tehát egy kicsit máshogy lehet vezetni, az autó magától megy, ez itt sem közömbös, ugye emelkedőn könnyebb elindulni, az autó nem gurul vissza, jó, most már a dupla kuplungos automata autó sem gurul vissza, mert ugye tesznek bele ilyen visszagurulásgátló féket, ugye a fékrendszer fönntartja a nyomást, de ez ugye kellett már egy újabb szerkezet, ez régen nem állt rendelkezésre. Tehát a hidrodinamikus nyomatékváltós autónak ez egy saját tulajdonsága egyszerűen azáltal, hogy a hidrodinamikus nyomatékváltóban olaj viszi át tulajdonképpen az erőt, ha úgy tetszik. A dupla kuplungosban viszont rendes kuplungok, akár ilyen többtárcsás olajban futó, akár száraz kuplungok, és például ugyanezt el tudják játszani, de úgy, hogy csúsztatják a kuplungot. Tehát, ami azt jelenti, hogy ez ugyanolyan káros a váltó, illetve a kuplung szerkezetére nézve, mintha valaki ugyanezt az állandó csúsztatást játszaná el a hagyományos kéziváltóval. Tehát ez egy kicsit gondja a dupla kuplungos váltónak, ezt mondják is, tehát ez az egyik, amit nem szabad a dupla kuplungos automatával elkövetni, de nem szabad csúsztatni. Például mondják, hogy nagyon fontos, hogy például ha megállunk lámpánál, nem kell kivenni ennbe a dupla kuplungos váltót sem, mert kibírja, de arra vigyázunk, hogy rendesen álljunk a féken, nehogy az autó így próbáljon kúszni, mászni. Tehát ne az történjen, hogy megint mi a fékkel megtartjuk úgy az autót, hogy közben csúsztatja. Mert ha nem nyomjuk eléggé a féket, akkor az autó azt hiszi, hogy el akarunk indulni, és elkezdi csúsztatni a kuplungot. Tehát megtörténhet, hogy csúszó kuplunggal állunk a lámpánál. Megint ez nem jelent persze azonnali problémát, tehát nem az fog történni, mert a következő sarkon szétesik az autó, de az élettartama jelentősen csökken a váltónak. Ezt nagyon nem szereti. Akkor van például egy másik ilyen dolog, ami különbség az automata váltó és a dupla kuplungos használatában, bár ez a használat nem tartozik a normális használat sorába, legalábbis az én olvasatomban, ez az, amikor ki akarunk lőni az autóval. Ugye automatánál is tilos például azt megcsinálni, hogy állok a féken, utána egyik lábbal fölpörgetem a motort mondjuk a másik lábbal, és berántom D-be. Tilos. Az automata váltót így lehet tönkretenni, automata váltóval úgy kell elrajtolni, mert nagyon ki akarok lőni, hogy beteszem D-be, bal lábbal rálépek a fékre, jobbal a szokásos lábbal fölpörgetem a motort mondjuk egy 2-3 000 fordulatra, majd leugrom a bal lábbal a fékről, és ráugrom a gázra a másik lábammal, és ekkor elmarad az a hidrodinamikus nyomatékváltónak ez a csúsztatási hatása, ki fog lőni az autó. De ugyanezt a fajta indítást ne játsszuk el dupla kuplungos autóval, mert szabályosan megégetjük a kuplungot, tehát ugyanaz lesz megint előáll ez a kuplung csúsztatási folyamat, amivel ha két tárcsánk van benne, akkor két tárcsát fogunk megégetni, ha több, akkor többet, bár meg el kell mondani, hogy az ilyesfajta gyötrősebb igénybevételeket, tehát bármilyen ilyen csúsztatás jellegű dolgot, tehát valaki megpróbálja emelkedőn fölfele simán azzal megtartatni az autót ezzel a mesterségesen, legalábbis a dupla kuplungos váltónál mesterségesen előidézett kúszási csúsztatási folyamattal, az olajban futó többtárcsások pont az olaj jelenléte miatt jobban bírják ezeket az
igénybevételeket, de ők sem szeretik, tehát például emelkedőn kell fölmenni dupla kuplungos autóval, igenis lépjünk rá a fékre, fékkel tartsuk ott az autót, és amikor el akarunk indulni, akkor szépen lépjünk rá a gázra, tegyük át a lábunkat, ne tegyük meg azt, amit automatánál megtennénk, hogy lelépjünk minden pedálról, mert éppen ezzel a bizonyos kúszási képességgel, ami ugye van a hidrodinamikus nyomatékváltó mindig kavarja az olajat, mindig küldi át a szivattyúkerék, a turbinakerékre az olajat, ugye önmagától megtartja az emelkedőn az autót. Ezek ilyen apróságnak tűnnek talán, de mégis különbségek, de annyira, hogy például Amerikában nagyon sokáig nem szerették a dupla kuplungos váltókat, én úgy tudom, hogy most sem, és ez pont ezekből adódik, hogy más az autó elindulása a hidrodinamikus nyomatékváltó miatt. Ők használják parkoláskor egyéb helyzetekben a kúszási tulajdonságot. Ezek mind olyanok, amik a hidrodinamikus nyomatékváltó mellett szólnak, automata mellett, és például az ilyen nagyobb igénybevételeket is jobban bírják, ha például valaki vontatni akar terepjárókban. Jobb megoldás igazából a hidrodinamikus nyomatékváltó, mert pont azáltal nem mechanikus a kapcsolat, hanem olaj viszi át, ezért sokkal, amit hűtenek, amit szűrnek, az sokkal jobban képes ezeket a túlzott igénybevételeket elviselni, mint a surlódó betétes, tehát ilyen surlódó anyagokkal készülő hagyományos kuplungok. Még egyet mondanék, bár szerintem ilyen butaság senkinek nem jut eszébe, de dupla kuplungos váltónál is kerüljük azt, ugye a legtöbbnél van kézi váltási lehetőség, van vagy ilyen kormányfülekkel, vagy kéznél, hogy például lassítás közben fölfele kapcsolgatni, vagy gyorsítás közben úgy, hogy tapossuk a gázt, lefele kapcsolgatni. Ez nagyon meggyötri megint csak a kuplungot, a szerkezeteket, nem ezt várja, nem ezt akarja csinálni, nem érti. Ez megint egy kerülendő, de ezt egyébként a hagyományos automatánál is jobb elkerülni. Annyi az egész, hogy szerintem érdemes erre a pár dologra figyelni, mint hogy a hagyományos automatánál is van mire figyelni, sőt, ugye, mint a korábbi videóban tisztáztuk, még a kézi váltónál is van mire figyelni. Ha ezeket az apróságokat betartjuk, tehát tudjuk, mi van az autónkban, és annak megfelelően bánunk vele, egy viszonylag hosszú élettartamú szerkezetre számíthatunk. Ezekről az automatáknál azért elvárás, hogy 240 ezer kilométert, akár a hagyományos automatánál, akár a dupla kuplungosnál elmenjenek, hát akkor persze cserélni kell a megfelelő szerkezeteketben. Ugye az automatánál volt róla szó, az is tele van kuplungokkal, mert ugye azokkal kapcsolja a fokozatokat, meg úgynevezett fékekkel, amik nagyon hasonló felépítésűek, szintén ilyen többtárcsás rendszerűek. Azokat is ki kell cserélni egy idő után, nem olcsó mulatság, még nem is maga a tárcsa, hanem igazából a munka, mert ugye szét kell szedni az egész váltót. De ha vigyázunk, egy kicsit odafigyelünk rá, akkor ezek a szerkezetek még túl is teljesíthetik a tervezett élettartamukat. Köszönöm, hogy megnéztetek, remélem, hogy hasznos volt. Lehet, hogy kicsit bonyolultan mondtam egy-két dolgot, ezért elnézést, de tényleg elég összetett is a két szerkezet egymáshoz képesti viszonya. Még egyszer köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett, akkor nézzétek meg a többi videót, esetleg iratkozzatok fel. Köszi, sziasztok!